kapcsolat van a testi fájdalom és a pittadósa között? Kriszti kérdezte. Hát általában, hogyha most ajurvédáról beszéljünk, fájdalomért, hogyha szigorúan mondjuk, vátadósa felelősű a fájdalom, de hogyha inkább betegségről beszéljünk, mert inkább úgy mondhatjuk, a pita, ez a tűzenergia a szervezetben, és általában ezt okozza mindenféle gyulladásos problémákat, fájdalmukat, ezzel van kapcsolatban gyulladások, égések, gyulladások. Jó, köszönjük. A következő kérdés, ha valaki nagyon szereti az édességeket, annak mennyi köze van a szeretethez, illetve annak hiányához? Hát valaki szereti. Sósat, hogyha valaki szereti, azért annak is lehet mondani, van hiánya szeretetre, mert ebben a világban mindenkinek van szeretet hiánya. Miért a sós is szeretet hiánya és édes is? Mert hogyha megint a ajurvédáról beszélünk, ajurvéda magyarázza, hogy hát van a rasa, az a íz, amelyeket tapasztalunk, amit eszünk közvetlenül ebben a pillanatban, és van vipák, utóíz. Szóval mikor mi eszünk, ez csak rövid ideig tart, amilyen ízet tapasztaljuk. A vipák, utóíz, amikor mi már ettünk, és egy idő múlva hosszú távon lesz egy ilyen utóízünk a szájunkban. És mint a sós íznek, édes íznek, a vipák, a utóíz az édes. Szóval mind a kettőre mondhatjuk, hogy szeretet hiányos a személy, de a édes íz tartalmaz magába boldogság energiát. Ezért sokan szeretik az édességet. És ez nem probléma, nincsen ezzel semmi baj. De megint, a szeretet hiányba mindenki szenved ebbe a világba. Köszönjük. Ha kevés az időm, mi a fontosabb napi szinten? Olvasás, mantra, vagy a tanító előadások hallgatása? Hogyha kevés az idő, azon is múlik, hogy én hol tartok, mert ha nagyon kezdő, akkor hallása fontos, sokat hallani. Hallás, mantrázás, utána. Hát hallás, olvasás, ez igazából egyik másikat helyettesíti. Szóval lehet valaki hallgat, valaki olvas, mind a kettő, valamikor lehet egyiket, valamikor másikat, és utána mantrázás, az nagyon fontos. Hát idő kevés, hát igen, ebben a világban nagyon kevés az időnk, de lehet egy kicsit tanulmányozni, hogy kell menedzselni az időt, és hogyha jó sikerülni fog egy időmenedzsment, akkor tudjuk nyerni időt. Az gyakorlat kérdés, mert amikor olvastam pár ilyen könyveket időmenedzsmentről, és utána elkezdtem próbálni azt a rendszert követni, akkor eléggé sok-sok-sok időt megnyertem, rengeteg időt lehet nyerni. Hát ember meg tud döbbenni, mennyi ideje van, hogyha menedzseri az időt. Hogyha nem menedzseljük, akkor kifolyik, mint a víz a ujjaink között az idő, és akkor mondjuk nincs idő. Igen, szóval lehet próbálkozni. Hát ezzel sokan így vagyunk szerintem. A következő kérdés, hogy ha nem vagyunk a testünkkel azonosak, akkor a testi, lelki fájdalmat hogy éljük mégis át? Hogyha nem vagyunk a testtel azonos, ez egy szempontból ez csak információ. Mi nem vagyunk ez a test, de azonosítjuk magunkat testtel. És amikor elérünk, ez egy nagyon magas szint, amikor valaki kilép ebből a test azonosságából. És amikor kilép test azonosságából,
akkor a testi fájdalmak már nem fognak zavarni. Fog érezni, nem probléma, érzi ezeket, de ez nem okoz neki fájdalmat, hanem szenvedést. Szóval itt sokszor még azt gondoljunk, pont ez nagyon jó kérdés, mert ember gondolkodott, aki kérdezte, hát ha nem vagyok ez a test, akkor miért érzem a fájdalmakat, miért engem zavar a fájdalom. Ez arra válaszol, hogy azért, mert nem vagyok ez a test, de azonosítom magamat a testtel. Ez egy fontos dolog. Hogy ha elolvasni arról, hogy nem vagyok én a test, és felkerekedni erre a szintre, amikor nem is azonosítom magamat a testtel, ez kettő különböző dolog. Ezért például, hogyha mi olvasunk, hogy lélek vagyok, az egy információ számunkra, ez még nem megvalósított tudás. A megvalósított tudás az, mikor én látom magam olyan, hogy én lélek vagyok. Ugyanúgy nem vagyok ez a test, ez egy megvalósított tudatállapot. A másik féle a kérdésnek volt, hogy mit tudnak kezdeni a lelki fájdalmakkal. Tehát a lelki fájdalmak nem léteznek. Léteznek fájdalom. Hát jó, lelki fájdalmakat mondja, de lélek nem a test, ő nem tud fájni. Fáj nekünk az elme, az érzelmek, a pszichikánk fáj, és ez minden a test azonossága miatt. Mert én azonosítom magamat valakivel, hogy én az vagyok, én valaki vagyok, és nekem ez, és ezzel kapcsolatban valaki valamit nekem megteszi negatívat, akkor lehet, hogy nem testi fájdalmat érzem, hanem ahogy mondjak, lelki, de ez nem lelki, hanem ez az elmének, egómnak fáj. Igazából testtel azonosítom magamat, ez a hamis ego. És az hamis ego az olyan, mint egy pattanás, ami nagyon fáj. Hogy ez egy gomb, eléggé nagy gomb rajtunk, hogy valaki beleszól, mindannyiunknak van egy gombunk, a hamis ego, ez a gomb. Mindenkit valahogy meg lehet egy kicsit szúrni. És ember teljesen nem tudom, elveszít a lelki békét, ahogy szokták mondani. Ez a hamis ego. Nem a lelki fájdalom, hanem az ego hamis azonosság. Én vagyok ez a test, én vagyok nem tudom, Béla, vagy Józsi, vagy Sándor, vagy Ágnes, vagy valaki más. Ez a test azonosság, aki lélekkel azonosítja magát, akkor nem zavar a testi fájdalom, ahogy mondtam, és nem tudnak megbántani pszichikailag. Mert minden ebből jön a hamis egótól, hamis meg azonosságból. Jó, köszönjük. Közben megkérném nézőinket, hogyha vannak kérdéseitek, akkor küldjétek, és akkor arra is választ kaphattok. Akkor a következő kérdés számít. Ezt mondja a Bhagavad Gita-nak a 9. fejezete is, hogy Raja Vigyam, Raja Guhyam, Pavitram, Vidam Uttamam, Pratyaksa Vagamam Dharmam, Susukam Kartum Avyayam. Ez azt jelenti, hogyha valaki, hogy ez a transzcendentális tudás, ez a transzcendentális gyakorlat, ez a bhakti yoga, az pavitrám, nagyon tiszta. És minden, bárki, aki kapcsolatba lép ezzel a transzcendentális tudással, az megtisztul. Pavitrám. Nem számít, kik voltunk előző életben egyáltalán. Bárki, aki gyakorol, mindenkinek a szíve aranya válik. Köszönjük. Következő kérdésünk. Honnan tudom eldönteni, hogy egy nyitás igaz-e, vagy sem? Nagyon jó. Nagyon sok tanítás létezik, és
mielőtt elfogadom a tanítást, először ezt a kérdést kell kutatni. Mielőtt én veszek egy autót, akkor előtt meg kell tanulnom, hogy mi az autó. És vagy valami márka, valamit akarok venni, akkor kell tudni, hogy mi a különbség a hamisítvány és a márka között. Sokan ezzel nem is gondolkoznak, csak mennek és bármilyen tudást gondolják, elfogadják. Akkor az eredeti tudás Istentől származik, Vedanta Krit, mondja Krishna. Véda, az tudás. Vedanta Krit, a Bhagavad Gita 15. fejezetben azt mondja, én létrehoztam a tudást, Vedanta Krit. Veda Vit, én ismerem legjobban a tudást, és ezt a tudást ő úgy adja az emberiségnek, hogy a lelki tanítómester láncolat keresztül, hogy van egyik lelki tanítómester, a másik átadja egyik másiknak, utána tovább, tovább, és akkor így ennek a lelki tanítómester láncolatnak a folyamata, vagy a feladata az, hogy megállás, nem megállás, hanem torzítás nélkül, hogy a tudás hogy legyen átadva úgy, ahogy van. Az a legfontosabb. És ugyanakkor néznünk is kell, szóval valakitől kapjunk el tudást, akkor meg kell vizsgálni, hogy ő magától beszél, vagy ő is adja át azt, amit megkapta a lelki tanítómester láncolat által. Mert akkor ez a személy hiteles, és ő nem, mert tudáshoz nem szabad semmi hozzáadni. Nem szabad semmit elvenni tőle. Ez nagyon fontos. És mikor ez így történik, akkor azok, akik elfogadják ezt a tudást, akkor fognak tisztulni. Szóval ez az egyik, hogy lelkitanítómester láncolat által kell megkapni a tudást, és egy képviselő kell, aki nekünk továbbítja. És ugyanakkor, aki ad nekünk, ő is gyakoroljon azt, amit tanítja. Az nagyon fontos. Ez a lényeg. Mert ha megint ember kitalálja, mondja, én tudom, én rájöttem, hát te így rájöttél, te így tudod. Ott van egy másik ember, ő így rájött, ő így tudja. Akkor kinek van igaza? Egyiknek sem van igaza. Mert igaz, és ág egy. És a lelki tanítómestere a láncolat által jön le ez az igazság, és azok a személyek, akik hiteles tudással rendelkeznek, mindegyik ugyanazt fognak mondani, nem lesz különbség. Nem lesz vita. Ez a lényeg. Köszönjük. Hogyan tudjuk gyakorolni azt, hogy ne azonosítsuk magunkat az érzelmeikkel? Hát igazából ez a kérdés, ami korai kérdéshez, hogy ne azonosítsuk magunkat érzéseikkel. Elsősorban mi mindig fogunk azonosítani magunkat érzéseikkel, mert a léleknek a természete érzék. A lélek, mi, mint lelki lények, mi abból állunk, hogy érzelmekből. Sat, Chit, Ananda. Szóval Sat, örökkévaló. Ez is egy érzés, érzel, hogy én érek örökkévaló, csit, tudat, tudod, ez is egy én tudok, én érzek, tapasztalok valamit. Tehát csit, és ananda, boldogság, a lélek boldogságból áll. Persze, mikor hatás alá van anyagi energiának, akkor nem tapasztal ezt a boldogságot. Tehát csit, ananda. Szóval például vannak olyan gyakorlatok, folyamatok, ahol próbálnak teljesen kizárni érzékeket, érzelmeket, érzéseket. Nem gondolni semmire, vagy valahogy így szóval elnyomni magába. Nem nehéz út, nagyon nehéz út, mert
Miért? Mert léleknek természet elleni. A helyes, ami bhakti jóga javasolja, hogy találni magasabb szintű érzéseket. Ki kell váltani, ki kell cserélni az anyagi érzéseket, ami nekünk mondjuk fájdalmakat okoz, a magasabb rendű lelki érzésekkel. És akkor Param Drishtvani Vartate, ez is Bhagavad Gita-ban mondja, Visávini Vartate, hogy igen, vannak az anyagi érzések, ezek a hullámok, amik vannak a tudatunkban, azok mindig fognak maradni. Az nagyon nehéz ettől megszabadulni. És akkor mondja Bhagavad Gita-ban Krishna, de csak akkor lehet, amikor Vrajapyasya Param Drishtvani Vartate, amikor valaki lelki gyakorlat által elsajátítja, megkapja magasabb rendű ízeket, érzéseket, érzelmeket, akkor csak lehet. De az, hogy én egy tompa vagyok, és nekem nincs érzések, érzelmek olyan nagyon nehéz. Köszönjük. Jött egy ilyen kérdés is, mire jó az asztrológia? Ez hiteles? Asztrológia hiteles, természetesen nekünk van karmánk, és asztrológia az egy térkép, így, mint hogyha mi fogunk a karma tekercseken, kiterítjünk a idővonalba, és a bolygók idővonalba mutatják, hogy hogyan fog történni események a mi életünkbe, akkor megmutatja nekünk, hogy mi a mi a természetünk, és mikor tudjuk, mi a természetünk, akkor tudunk kapni segítséget, akkor hogyan cselekedjünk, mert hogyha természet szerint cselekszünk, akkor ez egy a saját tányérban lesz, és boldogan tudunk élni az életét. Akkor ezért jó asztrológia. Igazából erre a legjobb, hogy segítsen nekünk megbizonyosodni, melyik úton menjünk tovább, vagy folytassunk, vagy kezdjünk hova menni. Nem, minden esetben nem szükséges, én nekem nem használom annyira az én asztrológiámat. Én inkább próbálok, hogy Isten hogyan tereli, abba az irányba próbálok rájönni, hogy akar, hogy hova menjek. Viszont mondjuk a Krishna hívőknél arra használjunk asztrológiát inkább, amikor kapcsolatot akarnak létesíteni fiatalok, fiúk, lányok, hogy házasodjanak, na ebbe használjunk, mert ez nagyon hasznos, hogy kompatibiliságot megnézünk, akkor már tudjunk, hogy mit lehet várni ettől a kapcsolattól. Hogyha jó kompatibiliság, akkor jó fognak élni, nem lesz surlódás, hogyha nagyon negatív, nagyon rossz a kompatibiliság, akkor mondjuk, hát próbálhatjátok, de nézzétek, nehéz lesz nektek. És lehet, hogy akkor ők nem is létesítenek a kapcsolatot, hanem keresnek más párokat. És ez nagyon fontos, mert hogyha a fiú és a lány természet nem kompatibilis, lehet mind a kettőn csodálatos személy. De ha nem kompatibilis, akkor rendkívüli nagy szenvedés lehet egy ilyen kapcsolatban. Ezért jobb, hogyha ebbe azért használok. Jó? És egy személyes kérdésem is lehetne ezzel kapcsolatban, hogy az asztrológia valakinek bajos jóslatot mond, akkor azt ki lehet-e kerülni valahogy? Ki lehet? Hát elsősorban, mielőtt ezt folytatom, van egy etika asztrológusoknál, hogy nem mondhatnak negatív dolgokat. Mondhatnak, hogy nézd, lesz egy ilyen időszak, és akkor inkább mutatják, hogy ez az időszak arról szólt, hogy ezt tanuld meg, inkább ezt csinálj, inkább azt ne csinálj, erre egy kicsit jobban figyeljél. Szóval inkább így mondják, de nem fognak mondani, hogy na most akkor jön ez, vagy jön az, vagy valaki meg fog halni. Nem, nem szabad. De hogyha már mondtam, és hogyha valaki itt nem is a kikerülésről van szó, hogyha nekünk már mondta asztrológus, na bajba leszel. Az intelligens ember nem az akarja, hogy kikerülni, szerintem, és ez illúzió, hogy kikerülni, ez azt jelenti, hogy megváltoztatni a körülményeket.
Mi nem tudjuk ezt megváltoztatni, viszont fel tudjunk készülni. És asztrológiában, azért mondom, hogy az asztrológus, aki hiteles, ő inkább ilyen szempontból fog mondani, hogy figyelj, most tanulj meg ezt csinálni, erre vigyázzál. Igazából próbál téged egy kicsit pushingolni, hogy készülj fel valamilyen eseményre. És tud mondani, mik a gyengeségek, na erre figyeljél, itt kell erősíteni, itt erre kell figyelni. Szóval akkor az a legjobb. Mert mikor, hogyha meg is tudjuk, mi a halál, hogyha meghalunk egy hét múlva, ezt nem szabad mondani asztrológusnak, de hogyha véletlenül, akkor nekünk akkor kell keresni valakit, aki segít felkészülni. Ez a legjobb. Mi inkább felkészülünk, és nem következik be, mint hogyha nem készültünk fel, és bekövetkezett. A Srimad Bhagavatam, ez nagyon-nagyon nagy könyv sorozat, ami főkönyvünk, Bhagavad Gita után. Pont erről szól, hogyha valaki megtudja, hogy meg fog halni, akkor örüljön, hogyha nem rögtön hal meg, hanem még van egy kis idő, hogy készüljön föl. Vagy halál, vagy valami negatív eseményre. Inkább úgy, ez a bölcs ember, ne hogy jaj, csak ne történjen velem, hanem készüljek fel. Mert akkor nem lesz probléma. Még hogyha halál is, hogyha valaki felkészült, ahogy beszéltünk, nem azonosítja magát a testével, van egy lelki ízek, van kapcsolat Istennel, akkor számára halál már nem létezik. Ez csak testnek valami halála, de ő csak megy tovább. Köszönöm. Mi történik azzal az emberrel, aki azért vett véget önkezével az életének, mert megtorpant az Isten felé vezető úton, és képtelen bármire is, hogy újra elindulhasson? Mondhatni úgy is, hogy a földi lét értelmetlen számára Isten nélkül. Hogy akkor öngyilkos lett? Az... Uh-huh. Hát... Szerencsétlen helyzet. Sajnos, hogyha valaki öngyilkos lesz, és ez nincsen díjazva. Én még nem hallottam, hogy valaki lelki úton ment és öngyilkos lett, mert lelki úton, hogyha valaki halad, akkor mindig látja azt a remény sugarat, valós remény, érzi rögtön, hogy könnyebb lett az élete, hogy akkor nem szenved annyira. És szóval vannak változások a életében. Ezért inkább távolabb lesz az öngyilkosságtól, mint közelebb. Hogyha valaki öngyilkos lett, akkor nem biztos, hogy a hiteles utat gyakorolta. A hiteles úttól nem lesz öngyilkos ember. Sőt, hiteles út a öngyilkosság köszöbétől vissza tud fordítani az embert. Mert adja neki életértelmét, adja gyakorlatokat, adja kézefogható lelki tapasztalatokat. És akkor ez történt. Ezért, hogyha valaki öngyilkos lett, akkor hamis. Nem tudom most ez a személy, mint gyakorlata, akitől jön a kérdés, vagy akiről kérdeznek, melyik lehetnének egyéni esetek, de általában most válaszolok, hogy nehogy véletlenül valakit megbántsak. És ami mi történik, bárki, aki öngyilkos lesz, hát elveszíti a lehetőséget újra a testbe születni, mert nekünk ugyanúgy ez a test, mint mikor itt dolgozunk valahol a cégen, és kapunk a szolgálati gépet vagy autót, az nem a miénk. Ez a test nem a miénk. Ez egy test, ez egy szolgálati gép, és nekünk vigyázni kell rá, nem szabad megölni. Hogyha megölünk, az ugyanúgy gyilkosság, mint hogyha más embert megölünk, vagy állatot, saját magát, ugyanúgy gyilkosság. Ezért védikus írások szerint mondják, hogy ez a személy szellemként sokáig fog maradni ebbe emberi világába, és eléggé hát kényelmetlen helyzetbe fog kerülni. Nem akarok nagyon ijeszgetni, de elég sokáig
utána lesz megint újra esélye visszanyerni emberi testet, visszaszületni, nem biztos, hogy emberi test az, nem mindenkinek ugyanaz, de fájdalmas, mert az érzékek, vagy inkább, igen, érzékek nincsenek, mert érzékek a testben vannak, neki nincs testje, csak egy ilyen szellemi, finom fizikai test, mondjuk így, de a vágyak, azok a finom fizikai testben vannak. Szóval ő, mikor jelen van test nélkül, ugyanúgy akarja dolgokat. Ugyanok ott vannak az érzelmek és érzékek, vagy a vágyak. De nem tud kielégíteni ezeket a vágyakat, mert nincsen hozzá érzékek. Egy példát mondom, de egy ilyen drasztikus, sarkított példa, egy valaki, aki kábítószeres függő volt, és elvonások vannak. Szerencsére nekem még sose volt, mert nem kábítószereztem, de hallottam sokat, hogy nagyon fáj. Hihetetlen, így törje a csontát, csontokat, tekerje csontokat, valami ilyesmit. De ez a fájdalom, ez nem testben van, érzi a testben, de ez az elmében van. És képzeld el, valaki, aki kábítószertől meghal, mert ez is öngyilkosság, mert hogyha valaki testben van kábítószeres, és vannak ez az elvonások, amikor beadja a következő adagot, akkor elmúlik. De mikor valaki meghalt, és szellemi testben maradt, akkor egy idő múlva jönnek az elvonások. De nincs hová beszúrni az adagot. És akkor ez meddig tart, ez a fájdalom? Semmiképp. Nagyon kell vigyázni erre a testre, nem kell túlzásba venni, de felelősséggel kell állni hozzá és vigyázni rá. Önkínzás, megölés az nem jó. Köszönjük. Jött egy ilyen kérdés is, hogy fontos figyelni arra, milyen minőségi ételeket eszünk. Hogy hat az étel a tudatunkra? Igen, nagyon fontos. Amikor eszünk, akkor van olyan hatás a tudatunkra. Hát úgy, a Bhagavad Gita-ban is van idézve Srila Prabhupát, egy védáknak egy verset, hogyha ember eszik mondjuk tiszta ételt, felszentelt, szent ételt, akkor ettől tisztul a léte. Amikor tisztul a léte tiszta étkezéstől, akkor tisztul a tudatja. A tiszta tudatban a további ilyen étkezés tisztítja intelligenciát. Amikor tiszta az intelligencia, akkor kitisztul a memória. És mikor ezek a tudati részek tiszták, memória, intelligencia, elme, akkor van kapacitás lelki fejlődésre. Hogyha valaki szennyes ételt eszik, mondjuk húst eszik, ez egy szennyes étel, akkor ő nem tud fejlődni, mert mindig blokkolva van a tudatja, mert hús az nagyon szennyes, és ezt szennyezi. Aztán van hatása, hogyha mi tudjuk erről beszélni többféle oldalról, tudjunk beszélni durva fizikai szinten, persze itt a tudatra van kérdés, de lehet, hogy válaszolok így a durva fizikai szinten, és a finom fizikai szinten, mert minden, amit még teszünk, a cselekvés történik két szinten, mindig a test szinten, és a finom fizikai szinten, a elme, intelligencia, karma. Ja, és akkor hát nézzük meg, a durva fizikai testen először itt inkább úgy nézünk, hogy összehasonlítjunk a növényevő állatot, húsevő állatot és egy embert, most testeket. Nézzük meg, a húsevő állatnak vannak tépű fogai, és az oldalfogai azok olyan, mint a penge, így vágják. A növényevi állatnak nincsenek tépőfogai, és az oldalfoga örlő. Az embernek nincs tépőfogai, hanem örlőfogai vannak. Minden húsevő állatnak van karmai. A
növényevő állatnak patái. Embernek nincs karmai, csak körmei. Utána, hogyha mi megnézzünk a bélrendszert, húsevő állatnak a bélrendszer 6-szor hosszabb, mint a test. Növényevő állatnak bélrendszer 12-szer hosszabb, mint a test. Emberi bélrendszer 12-szer hosszabb, mint a test. Akkor a gyomorsav koncentrátuma. Hogy egy csontdarabot beledobsz a húsevő állatnak a gyomorsavába, akkor ez szügy, semmi nem marad belőle. Hogyha bedobod a csontdarabot növényi evő állatnak a savába, vagy ember savába, gyomor savába, az semmi nem történik, nem marja meg, nem merja le, vagy szét. Utána még mindig a testnél tartunk, nézzük meg, hogy hogyan hűti szervezetet húsevő állat. Nyelven keresztül, ugye? Így csinálja. És növényevő állat hogyan hűti a testét? Porusokon keresztül. Izzad. És az ember, ő hogyan hűti a testét? Így mennek a nyáron, a buszmegállóban állnak az emberek. Nem így, nem. Ugye? Hanem izzad, mint a ló. Hogy szokták mondani, ugye? Izzadnak. Ezek a pár jellemzők mutatják hasonlításból, hogy a test mire alkalmas. Még nem mentünk tovább bejjebb, annyi sok minden még van részletek. Én csak egy ilyen sarkított pár dolgot mutattam, hogy mindenki döntsen el a test mire képes, mire való. Ez az egyik. Akkor a finom fizikai szinten még egy pár dolgot mondanék, mert ez egy fontos, hogy értsünk. Hogy a tudatra most hogyan hat. Elmondtam védáknak a kijelentését, hogy igen, hat is, hogyha tisztul a légyét, és így tovább, de most mondom pontosabban, hogy információ, ez mi tudjuk, a finom szinten történik. És amikor állatot megölnek, akkor azok, akik ott dolgoznak és szerveznek állatmészárlást, ők agresszorok. Ott van az agresszív energia. Az állat sose akar meghalni. Aki látta a Vágóhídon hidognak a videókat, és egyik állat sem mondja, ó, végre, Mészáros bácsi, azért születtem, most már végre beteljesült az életemnek az értelme, szúr le engem. Nem ezt csinálja, hanem visít, pánikol, félelembe menekül, élni akar. Akkor ott a szenvedés és a fájdalom energia és a félelem energia. És mikor megölnek ezt az állatot, akkor az ott marad a húsába. A félelem, a szenvedés, a fájdalom, a halálfélelem és agresszia. Azok az agresszorok, akik ott vannak, megölnek őket, akkor az is ott van. És akkor ember leszek ilyen dolgot, akkor ez befolyásolja nagyon a tudatot. Nem lesz békés. A háború világban sokkal kevesebb lenne, hogyha a világ lenne vegetariánus. Sokkal kevesebb. Lenne, de szerintem 200%. Egyik. Másik karma törvényt. A karma szerint, ez nem india karma, hanem Jézus is mondta, ne ölj. Nem szabad senkit megölni. Hogyha megöltél valakit, meg leszel halva. Szóval ez nem csak a lelki tudat a gyakorlatra befolyásolja, nem tiszta étel, hanem a szenvedést is, a jövőbeli. Mert akkor nem fogsz meghalni természetes halálát. Tiszta étel, ezeket kitisztítja szépen, még hogyha valaki evett húst, de elkezdte most enni tiszta ételeket, ő nagyon hamarosan fog tapasztalni változásokat, hogy mennyire tisztább lesz a gondolat, és képes megérteni olyan mélységbe lelki témákat, amelyeket nem tudja az a személy, aki nem eszik tiszta ételt.
az étel nagyon rendkívüli fontos, mit eszünk, mit esznek a lelki gyakorlók. Nem véletlenül nagy misztikus jógik, ők Himalájában, amikor voltak, ők csak a gyökereket ették, meg amaláki, meg haritáki, ezek ilyen vitamin gyümölcsök. Ott még a főtételt se ették. Nem beszélünk már húsokról. Nem azért, mert nem volt, hanem azért, mert ez tudatnak fontos. Szóval fontos, mit teszünk. Okay? Köszönjük. Nagyon nehéz állandóvá tennem a lelki gyakorlataimat, holott tudom, hogy szükség lenne rá. Hogyan erősíthetem az intelligenciámat annyira, hogy ilyen helyzetekben felülkerekedhessen? Ez jó, fontos kérdés. A harmadik fejezetben végén Krisna válaszol erre a kérdésre. Ő úgy mondja, hogy intelligenciát erős és felhiteles tudással. Szóval ahhoz, hogy mi felülkerekedjük a nehézségeken, ahogy most kedves kérdező ír, ahhoz kell intelligenciának erő. Nem csak tudás, meg erő is kell. És akkor van két forrás intelligenciának az erője. Egyik ez a lelki tudás, sokat kell olvasni, hallani, hiteles tudást, az energia. Az adja erőt intelligenciának. A másik forrás ez a társulás. Társulni azokkal a személyekkel, akik gyakorlok. Ez is fogadni erőt. Önmagában, ahogy látjuk a kérdés alapján, annyira nem megy, ez természetes. Oké? Köszönjük. Következő kérdés. Nem szeretek olyan emberek közé járni, akikhez nem tudok igazán közel kerülni. A lelkiéletem szempontjából problémát jelenthet ez nekem a jövőben? Nem. Ha nem valakivel nem érzem jó magát, például most kocsmában, ahol csak káromkodnak, meg nem tudom, kibeszélnek mindenféle tiszteletlen szempontból dolgokat, akkor az nem kedvező társaságot, lehet, hogy ember nem érzi jó magát, akkor nem jár oda, és az nem fog befolyásolni neki, nem lesz visszahatás karmi, hanem sőt, nekünk kell válogatni, kivel társulunk. Mert hogyha mi nem válogatjunk, kivel társulunk, például én elmentem, vagy mondjuk csináltam lelki gyakorlatokat, ami engem emelte, és elmegyek egy ilyen társaságba, ahol durva materializmus, mondjuk, ahol beszélnek csak az érzi kielégítésekről, akkor elszívták ezt a lelki erőt tőlem. Szóval, hogyha társulunk, akkor elveszítjük, akikkel nem tudjuk, nem vonz minket. Nem kell őket lenézni természetesen, nem kell őket elítélni, de most, hogyha ők nem mennek az uton, akkor mi menjünk. És amikor van alkalom segíteni nekik, természetesen segítünk, de ne kerüljünk társulásokba úgy, hogy ők hatnak ránk. Köszönöm. Akkor most Betty levelét szeretném felolvasni. Kedves Bhakti Perdász, a Szerzetes Válaszol című bejelentkezéshez lenne egy kérdésem. A Bhagavad Gita 14. fejezet 25. versében elmondja Krisna, hogy milyen jellemzői vannak annak, aki felül emelkedett a három kötőerőn. Hogyan tud például egy szülő semleges lenni a gyermekével, vagy hogyan lehet az, hogy ne legyen benne ragaszkodás a szerettei felé? Azt mondja Krisna, dicséret és becsmérlés, tisztelet és megvetés nem rendíthet meg. Bhaktipád, úgy érzem, hogy ez nekem nagyon sok időbe fog telni, és ez elszomorít. Kérlek, segíts nekem, hogyha esetleg nem jól értelmeztem az Úr szavait. Hare Krishna, üdvözlettel, Betty. Köszönjük, Betty. Ne kezdjünk azzal, hogy érzéktelenek legyünk a gyerekeinkhez. Ez nem szabad.
mert nekünk kötelességünk, hogyha van gyerekünk, kötelességünk érzéken lenni feléjük, adni a szeretetet. És ez a szeretet, ez ragaszkodást is fog jelenteni. És nekünk ez a kötelesség. Semmiképp nem szabad esni abba a hibába, hogy rögtön kihűlök. És akkor gyereknek fáj valami, akkor mondjuk pici, 5 éves gyerek biciklizik, és akkor leesett, kicsit ledörzsült a térdét, és akkor jön, sír, hogy csak egy kis szeretetet kapni, és akkor anyuka mondja, nem vagy ez a test, ez a karma. Ne, ebben a hibában ne esünk, mert elrontjuk gyereknek az életét. Ez nálunk is van sok gyerekes család, Krisna völgyben, és ott ez a kötelesség, ez a szolgálat, hogy maximális szeretetet adjon a gyereknek, és akkor ezzel a ragaszkodással, és azt kell csinálni. Majd amikor felnőtt lesz gyerek, akkor majd lehet tovább gondolni, hogy hogy lesz csökkentve érzelmi kapcsolat, de ne ezzel kezdjünk. Srila Prabhupát azt tanította, hogy ne dobjunk ki az életünkből, ne kezdjünk lelki életet azzal, hogy kidobjunk valami az életből. Persze egy pár dolgon kívül, hogy alkohol, pár dolgot ki lehet dobni, de olyan, ami családok, körülmények és így tovább. Nem el kell venni az életünk, hanem hozzá kell adni. És ha az életünkhez adjuk hozzá lelki gyakorlatokat. Inkább az helyett, hogy bánjon engem, hogy én most ragaszkodok a gyermekemhez, az helyett inkább növeljek, vagy fejleszek ragaszkodás pluszba Isten felé. Az jó. Nem szabad. Ez egy mesterséges dolog, hogy ne ragaszkodjak. És ez, amit idézte, hogy egyaránt lenne a becsület, és amit tisztelet meg a gyalázat, ez nem a gyerekes anyukának szól, vagy gyerekes apukának szól, hanem ez egy más körülményeknek, ez egy gyakorló jóginak szól, aki már túl van ezeken a családi kapcsolatokon. Mert védek szerint, hogyha én hanyalagolom a gyerek nevelését, akkor ez a bűn. Ott kell csinálni, nyugodj meg, rendben van minden, folytassál, csak add hozzá lelki dolgokat, és akkor a többi majd Isten fog adni. És ezek, ahogy mondtam, az elején volt a kérdésünk, hogy lehet a tudati fájdalmak, meg minden más, akkor itt érzelmi, meg bármi más, ami van a tudatunkban, úgy fel tudjunk kerekedni, hogy nem leszünk ilyen tompák, hanem kifejlesztjük Isten irányt érzelmeket, ragaszkodást, szeretetét, és akkor ennyi. Megkapjuk magasabb szintű, magasabb rendű ízeket. Erről szól a lelki gyakorlat, nem elnyomni valamit magunkba, terrorizálni saját magunkat, meg a családunkat. Nem erről szól. Köszönjük. Hát most egy gyakorlatiasabb kérdés fog következni. A hagymát mivel lehet kiváltani? Hol kaphatók olyan fűszerek és növények, amelyekből készülnek az ételek az ízületek kezelésére? Hát igen, itt rögtön több kérdés egyben. Akkor mivel helyettesítsünk hagymát, fokhagymát? Hing, ez a neve, vagy asszofötida. Asszofötida, vagy hing, az könnyebb lehet megismerni. Meg lehet nézni interneten is, lehet rendelni biztos, de hogyha valaki Budapestre jár, akkor van egy ilyen bolt, szép kis India. Veselényi utcában van, mi is ott vásárolunk, egzotikus keleti fűszereket, az mind ott lehet kapni, szép kis India, hing, igen, és ízületek fájdalomra, általában megint így
kérni tanácsokat nem mindig tud beválni egy ilyen tanács láthatatlanba, mert például most felhívom egy autószerelőt, és mondom, kopog a motor. Mit tanácsolsz? Mit fog mondani? Hozd ide a kocsit, meg kell vizsgálni. Szóval ugyanúgy nekünk valami kopog, akkor mi az ok, az mindenkinek lehet különböző. Ezért legjobb elmenni egy ajurvéda orvoshoz, vagy normális orvoshoz, ha diagnosztizáljon, és akkor, mikor tudjuk, mi okozza ízületi fájdalmat, akkor erre kell kezelést. Hogyha vátadósa, mert gyakran van olyan, amikor a vátadósa, a levegő energia fájdalmakat okozza az ízületekben, hogyha a téli szezonban jobban előjön, vagy a erős szélben, hogy akkor fájjak az ízületek, erre tudok mondani, hogy szezám magnak az olajjal kell szépen bemasszírozni azt az olajot az ízületekbe, és az fog csökkenni. Lehet étkezésbe is használni kicsit több szezám olajot. De hogyha ez nem segített, akkor ez azt jelenti, más az oka a fájdalomnak. Akkor el kell menni orvoshoz. Köszönjük. Írta Kiet is, hogy a mantra füzér 108 szemből áll, és 16-szor ajánlott körbe menni. Csak ebben az esetben jó-e a dzsapázás? Minden esetben jó, hasznos, hogyha valaki csak reggel fel kell és mondja, Hare Krishna, ez már örök eredmény. Ez már változtatja a sorsát, a karmát. Hogyha valaki akarja lelkileg tapasztalatot kapni egy életen belül, akkor ajánlod 108-16 kör. Akkor ez ajánlod. Szóval mindegyik jó, csak egyik lesz, az olyan, mikor valamit akarok venni, de csak 20 forintokból gyűjtök, mondjuk 1 millió forintot, akkor lehet, hogy ez nagyon sokáig fog összejönni ennek az eredménye. De hogyha valaki tudja rögtön mondjuk 100 000-ekből gyűjteni 1 milliót, az már kicsit gyorsabban. Itt is mi gyűjtünk lelki matricákat, itt vannak az Oceánban, kapsz ilyen matricákat, mikor megvan, akkor mehetsz valamit. És valamikor kapunk rögtön egy nagy szalagot, rögtön egész papírkát, már mehetünk akciózni. Szóval itt is, hogyha mi 16 kört mantrázunk, vagy gyapázunk, ez azt jelenti, hogy 16-szor, akkor ez egy életen belül garantált akciót kiváltjunk. Következő kérdés. Bocsánat, ezért, hogy bármennyi jó, de minden megfelelőbb, annál gyorsabb. Köszönjük. Következő kérdés, vajon a szeretet mindig megoldást tud-e lenni? Csak megértés és a szeretet tudja átsegíteni az embert, de aki önmagát nem ismeri igazán, az hogy tud bárkinek segítséget adni? Igen, itt is néhány kérdés. Igen, csak a szeretet, mert Isten, ő Ananda Maya Vyasat. Isten szeretetből áll, a lélek szeretetből áll, és csak azért, mivel a lélek test és hamis ego hatás alatt került, így kioldod a szeretetje, itt minden probléma abból jött. Minden megoldás a szeretet. Csak nem ez a szentimentális ilyen hamis szeretet. Hogy az igazi szeretet nem egy olcsó dolog. Nagyon kell komoly erőfeszítéseket tenni. De hogyha valaki tesz, akkor fog tapasztalni, hogy igen, a szeretet mindenek a megoldása, a lelki szeretet. És a második fele a kérdésnek, hogy hogyan tudjunk segíteni másoknak, hogyha magunkról se tudjunk. Tudjunk, hogyha mi még nem megvalósított személyek,
De hallottunk, tanultunk. Én hallottam, hogy nem vagyok ez a test, lélek vagyok, és van karma. És ezt a tudást megosztok másokkal, én ezen neki segítek, és ő is mondja, ó, ideig ezt nem tudtam, na akkor nem így fogok csinálni legközelebb, hanem így. Szóval így tudjuk segíteni. Mindig, hogyha mi egy lépést megtettünk, akkor annyira lépésre tudjunk másikat vinni. Az, aki már ön megvalósított, ahogy itt a kérdés, hogy ő már tudja magáról, hogy kicsoda, akkor ő tudja első lépéstől bajnokságig vinni. Egy például fogjuk menni mondjuk egy ilyen úszás. Van az edző, aki tudja felkészíteni bárkit a úszás bajnokságra. De ahhoz, hogy valaki megtanuljon úszni, ahhoz nem muszáj neki tanulni rögtön ettől az edzőtől, akkor csak eljön az edzésre, és akkor a fiatal fiúk, akik egy fél évvel ezelőtt megtanultak úszni, megtanítsák téged úszni. De ők már nem tudnak felkészíteni téged bajnokságra, mert ők még nem valósították meg ezt. Itt már kell edző. Ugyanúgy itt is, én nem tudom ki vagyok, de hogyha hiteles tudással rendelkezek, akkor ezzel már segítek. De nem fogok tudni neki segíteni addig, hogy lelki élményeket szerezzen az ember, mert nem vagyok még ott, nincs megvalósításom. De a lelki tanítómester az már tovább tud vinni. Szóval így ne gondoljunk, hogy mi nem tudjuk segíteni. A spekulációval nem tudjuk segíteni, félrevezetjük. Ezért, hogyha nem tudom ki vagyok megvalósításként, de hiteles tudással rendelkezek, akkor tudok segíteni másoknak. Köszönjük. Ehhez kapcsolódik is a következő kérdés. Mikor kapja meg a lélek azt, hogy melyik tanítványi láncolathoz csatlakozhat? Chaitanya Guru Sakshat Nahi. Chaitanya Charitamritával meg a Srimad Bhagavatamban vannak válaszok ezekre a kérdésekre, hogy ahogy csak valaki Isten, ő azt mondja, Chaitanya Guru, jót vagyunk mindenkinek a szívében. Mindenkinek. Ahogy azt mondja, ahogy csak lélek őszintén keresi engem, akkor én küldöm neki az én képviselőmet, lelki tanító mesteremet. Vagy azt mondja, hogy én lelki tanító mester formában megyek hozzá. Még egyszer. Attól a pillanattól, ahogy csak valaki elkezdi keresni, rögtön fog találni. Mert Isten akarja, hogy mi közelítsünk őt, és ezért ő küldi nekünk lelki tanító mestert. A példa pont a Srimad Bhagavatamban, ott volt Dhruva Maharaj, Dhruva, aki gyerek volt, de nagyon határozottan eldöntötte, hogy Istent akar találni, és nagyon, majdnem rögtön találkozott lelki tanító mesterrel, Narada Munival, mert Isten küldött rögtön hozzá. Köszönjük. De ehhez kell legyen fogalmazás magunkban. Én szeretnék találni hiteles. Én is emlékszem, ameddig csak keresgéltem, addig mindent találtam. És amikor fogalmaztam magamba, most valami hiteleset akarok, a rögtön másnap találkoztam hiteles lelki tanítómester látszolata. Következő kérdés. Nem megsértődöm, hanem dühös leszek, ha nem tetszik valami. Akkor a dühömet hogyan tudom kezelni? Akkor dühömet kezeljek azzal, hogy mikor hallok, amikor nagy szenteket gyaláznak, akkor használjam a dühöt, megvédjem őket. Ezt mondja Narottam Das Thakur Prema Bhakti Chant Chandrikába, hogy dühöt lehet lefoglalni a szolgálatban.
védjük meg a szenteket, mikor sértenek. Persze, ez nem jelenti, hogy kezdjünk YouTube-on, Facebookon írni kommentekbe, blablabla. Ebben nem, ne alacsony, hogy ne, erre szintre nem kell leereszkednünk. De ugyanakkor a dühöt akkor meg tudjuk változtatni. Ez az egyik, mondtam, hogy lehet így lefoglalni dühöt. De végül meg kell próbálni szabadulni. És ahogy fog változni bennem, hogyha lelkileg fejlődök, akkor a paradigmám, a szemléletkép változik, és ezt fog változtatni automatikusan viselkedésemet. Akkor, hogyha máshogyan látom azokat embereket, akikre dühös vagyok, akkor nem leszek dühös. Ez csak azért, mert egy ilyen fájdalmas szemszögből nézem, és ez ébreszt a dühöt. Mondom egy példát, ez klasszikus példa, nagyon sokszor szoktam erről mesélni, a Covid-ról. Amikor a Covid ment a metróba, vagy a buszon, vagy a villamoson, és akkor oda felszállt egyik megállóba egy férfi két gyerekkel. Bezárott az ajtó, elindult a vonat, busz, metró, villamos, trali, és gyerekek iszonyan rosszak voltak ott. Szaladgálták, visították, nagyon zavarták mindenkit, és a Covid nagyon dühös volt. Annyira zavarta őt, mert gondolom, ez milyen apja? Itt van két gyerek, itt van tele busz, tele emberekkel, és mindenkit zaklatja, miért nem teszi a dolgát, nem fegyelmez a gyerekeket? Teljesen dühbe gurult. Nem így írja, dühbe gurult, de mondjuk így is. Hogy zavarta. Szóval mérges volt. És nem bírta ki magával, oda ment, és mondta, kedves uram, ne haragudjon, de hát ez nem az ön gyerekei. Nem kellene visszább tartani őket, fegyelmezni? És akkor mondta a férfi, hát nézze, én most kórházból jövök, fél órával ezelőtt meghalt a feleségem, ő ezeknek a két gyereknek az anyukája. Ön szerint mit mondja most nekik? Ebben a pillanatban, hogy megváltozott a szemlélet, szög, a paradigmája, a düh, mintha se, ott se volt. Akkor már azon gondolkodott, hogy hogyan tudok segíteni. Szóval nekünk ezért, hogyha mi lelkileg fejlődünk, ez változtatja meg a mi hamis szemlélet, hamis azonosságok, ezért dühösek vagyunk, mert hamisan látjuk a dolgokat. Amikor kezd kitisztulni, a düh csak elpárolok. De legyünk türelmesek, ez nem mai élő adás után már megtörténik. Jó, köszönjük. Miért van ezen a bolygón olyan hatalom, ami rossz irányba viszi a dolgokat? Hiszen annyian fáradoznak a jóért, miért vannak, akik ugyanezt teszik a romlásért? Hogyan lehet megtalálni az arany középutat? Igen, ezen a bolygón, hát hogyha mi kicsit madár távolatról nézünk a univerzumkat, nem csak a bolygót, az univerzumnak van négy korszaka. Van a Satya Yuga, vagy aranykorszak, amikor mindenki jót tesz. Ott nincsen egy ember, aki rosszat tenne. Utána jön a Treta Yuga, ahol már egy kicsit megjelennek a negatív dolgok. Utána jön a Dvapara Yuga, ahol fele-fele. És Kali Yuga, amelyben mi lakunk, itt inkább 90%, aki ilyen borzalmas dolgokat csinál. És arany középút, ez csak a lelki. Az az arany középút, mert ahogy korábban is beszéltünk, a lelki dolgokról, de a családot kell szeretni, gyerekeket kell szeretni, szóval nem elvágni mindent, ez az arany középút. És ez az egyensúlyot, ez a lelki gyakorlat, a lelki tudás, ő adja ezt az egyensúlyot. És hogyha én elkezdek gyakorolni, akkor te elkezdesz gyakorolni, akkor erre hatására mi megváltozunk, és ez vonzó lesz másoknak, meg mondják, nézd még, milyen jó emberek, hogy csináltok, akkor mi is akarunk, akkor ők is elkezdenek, és
így meg lehet változtatni. De kezdjük magunkkal, nem mutassunk másokra. Mert oroszok úgy mondják, egy új úton mutat, három új ide mutat. De ez egy korszak, itt nagyon gyorsan romlik minden, és itt erőfeszítés kell. Most. Régen az természetesen volt, hogy jó volt minden, most erőfeszítés kell, hogy legyen jó, de csinálni kell. Köszönöm. Egy kérdésünk van hátra, utána megnézzük, hogy érkeztek-e kérdések az élőadás alatt, úgyhogy ha van még néhány kérdésetek, akkor most tegyétek fel őket. És akkor az lenne a kérdés, hogy mondanál-e pár szót a klónozásról. Klónozásról? Igen. Hát annyi pár mondanék, hogy nem klónoztam. Általában arra gondolják, hogyha lélek örök és nem teremtődik, akkor klónoznak, akkor hogy kerül, hogy történnek a dolgok. Hát úgy történik, már egyszer meséltem, lehet, hogy itt a kérdés, itt meséltem, hogy a klónozás, amikor fogjunk valamit, és az, hogy kell éljen, akkor oda kerül egy lélek. Mert annyi lélek van, várja testekre, vannak olyan lelkek, akiknek egy sejtbe kell kerülni csak, vagy a gilisztának a testbe kell kerülni, szönnyű. És mindenki ugyanolyan lélek, mint én, csak most a sorsa szerint neki kell vezetni egy ilyen testet, mint egy mondjuk gilisztát vagy kukacot. És ezért, amikor valami ilyesmi történik, akkor oda csak kerül egy lélek. Mert lelket klónozással nem teremtik a lelkeket. Nem lehet. Szóval ez ilyen lehetetlen csinálni, mert lélek az örök. Nincsen több, nincsen kevesebb. Nem tűnnek el lelkek, mert örökiek, nem szűnnek meg, és nem jönnek létre. Ezt mondja Bhagavad Gita-ban, a második fejezetben, hogy sose volt olyan, nát eva hamjatuna szám, nát van, nem ingyen adipa. Sose volt olyan, hogy nem léteztél te, ők, és mindenki más, meg én, és sose lesz olyan, hogy mi meg fogok szűnni létezni. Ez azt jelenti, a klónozáskor biztos, hogy nem teremtenek lelkeket. Jó, köszönjük. Akkor Sándor Marcsinak a kérdése. Ez most az élő adásból jön. Igen. Nagyon üdvözlünk. Sándor Marcsi kérdezi, hogyan legyek alázatos? Hogyan legyünk alázatosak? Nagyon jó. Ez már alázatos kérdés. Szerintem már megvagy. Alázatos, társuljunk alázatosokkal, az fontos. Sokat tanuljunk alázatosságról, olvassunk, halljunk róla, mantrázunk, mert megint a büszkeség, ez a hamis ego. Amikor ember mentes hamis egóról, akkor természetes állapot, ez egy alázatos. Szóval alázatos, ez a természetes állapot. Aztán van hamis alázat. Jaj, én annyira senki vagyok. Jó, én vagyok a legrosszabb. Én annyira elesett vagyok. Ez a hamis ego minusza. Van hamis ego plusza, én vagyok a legjobb. Én senki vagyok, ugyanolyan hamis ego, csak minusza. És alázatos, aki természetes. Hogyha kell, akkor megmondja, igen, most ezt, amit ti gondoljátok, jó, ezt én csináltam, de ha ti kegyetekből sikerült valamit, vagy lelkitanító mesterkegyelmből, és örülök, hogy sikerült. És akkor egy alázatos, természetes. Ezt kell tanulni, ezt kell lelki gyakorlat, türelem, fog jönni alázatosság. Ahogy fejlődünk lelkileg, tisztulok a karmától, ezektől a upádi azonosságtól, hamis azonosításoktól, úgy egyre jobban természetesek leszünk, vagy alázatosak. Másik kérdés pedig, hogy beszéltél a húsevés visszahatásairól, de mi a visszahatása a drog és vagy alkoholfogyasztásnak, valamint a szerencsejátéknak?
Drog, alkohol, visszahatás. Hát most mondjam a kevésbé félelmeteseket, vagy igazat mondjak. Többféle visszahatás van. Például lehet látni, hogy néha születnek olyan gyerekek, akik schizofrén egész életben, olyan, mintha be van drogozva egész életében. Így, el van így. Ez egyik visszahatás, hogy akartál drogozni? Figyelj, következő életben ingyen, egész életben. És nem fognak büntetni, hogy te most bűnkövesz el, hogy drogkereskedésben vagy elkapva, mert már a drog az elmében már ott lesz, és akkor el lesz elég csúsztatva egy kicsit. Ez egyik visszahatás lehet. Akkor mi tudjuk, hogy már rögtön egy életben hány mennyi visszahatást kapnak, amikor milyen betegségekkel jár ez az egész. Akkor drasztikusabb, amikor valaki elveszíti emberi testet, nem fog kapni. Ha belehal be a drogba, kábító alkoholba, akkor szellem lesz, erről is beszéltünk. Még keményebb, hogyha valaki kerül föld alatti bolygókra, Srimad Bhagavatamban le van írva univerzumnak a felépítése, hogy van középső szintű bolygórendszerek, ahol a földünk van, van a föld fölötti mennyi bolygórendszer, és van föld alatti bolygórendszer, úgy hívják, hogy pokoli bolygórendszerek. Szóval ez a pokol, ami minden valás említi, az részletesen le van írva a Srimad Bhagavatamban, a mi könyvünkben, és ami egyezik másféle könyvekkel, nem csak indiai könyvekkel, védikus, hogy azoknak öntenek mindenféle kátrányt a torkába, jó kis forró, friss kátrányt, olomot, szóval van sok minden visszahatás. Különböző lehetőségek vannak, opciók lehet választani. De azt mi nem választjunk, az nekünk majd hozzárendelnek a drug súlyok mellett. Reméljük, nem kerül rá sor. Igen, hát rajtunk múlik, a mi kezünkben van a döntés. Senki se fogja valakinek a kezdés beleszúrja, mert magától mindenki csinálja. Budai Nadin kérdezi, miért van az ember? Miért vagyunk ezen a bolygón? Miért élünk? De jó, nagyon jó. Most tartottam kedden előadást, nem tudom, hogy hol nézel, YouTube-on vagy Facebookon, de Facebookra is kiraktam, mi dolgom ebbe a világban. Ott válaszoltam, nem tudom, majdnem két órát erre volt a válasz, mi dolgom ebben a világban, mi vagyok, miért vagyok emberek, de röviden elmondom, hogy a védikus írások mondják, egyik fő írás, ami összefoglalja az egész tudást, akkor miért vagyok itt, úgy hívják, hogy Vedanta Sutra, ami mondja, adható Brahma Jigyasu. Azt mondja, mikor végül te emberi testbe születél, akkor azért születél emberi testbe, hogy érdeklődj, vagy kutassál az abszolút igazság után, Isten után. Ezért van nekünk ez az emberi születésünk. Ezért született az ember, hogy kérdezed, ki vagyok én, hogyha a lélek, ki, mi az a lélek, ki Isten, mi a kapcsolat én és Isten között, mi a kapcsolat, mi a világ, mi a kapcsolat Isten és a világ között, mi a kapcsolat én és a világ között, és mi ennek a feladata. Ezért ember van a Földön. Köszönjük. Gyetvai Szilvi kérdezi, mit jelentett az, hogy évek óta többször visszatérően látom a 17-es számot? Ezt nem tudom. Nem tudom. H-
Hát erről nem olvastam. Igen, ez nem. Én nem nagyon foglalkoznék, inkább úgy egy válaszolnék, én nem nagyon foglalkoznék ezekkel a számokkal, én inkább foglalkoznék, hogy mit kell csinálnom, hogy boldog legyek, kutatni lélek után, amit most előzőben válaszoltam, a számok ezek jönnek, mennek, mert annyira lehet belebonyolódni, én már terveztem is egyszer tartani ilyen számmisztika előadást, nem biztos, hogy fogok tartani, mert csak el fog téveszteni embereket. De majd 17-es szám, hogyha kicsit megyünk a misztikába, az 8-as. Mert nincsen, nem két jegyű a számok, hanem mindig kell összeadni. És akkor meg kell nézni, akkor melyik a bolygó, meg vannak Nava. 9 bolygó, Nava Ratna. És meg kell nézni, 8. bolygó, akkor annak mik a tulajdonságai, és meg tudni ezzel a 8-as számról, hát ez a szám, ezeket a tulajdonságokat képviseli. És lehet megnézni, hogy nekem vannak ilyenek, vagy nincsenek. De fölösleges. Erre nincs szükség. Jobb, hogyha mi csak tudással foglalkozunk. De érdekli, attól lehet valaki kíváncsi a számokra. Ez nem bűn, nem rossz, lehet. Köszönjük. És akkor az utolsó kérdésünkhöz érkeztünk, Széphegyi Veronika kérdezi, a tudat segít a léleknek, amikor a köztes létbe kerül? Hát vagy segít, vagy ront. Attól függ, hogy milyen tudatban van. Hogyha fejlett tudat, akkor segít. Hogyha degradált tudat, akkor is segít, csak másik irányba. Negatív irányba segít. Igen, hát köztes állapot, ez is egy ilyen kérdés. Mi ez a köztes állapot? Hol van ez a köztes állapot? Hát a köztes állapot az a halál pillanat. Mert ott dől el, mi lesz veled következő lépésnél, amikor kiléptél a testből. Szóval ez a köztes állapot. És Bhagavad Gita-ban 8. fejezetben ott olvashatunk, hogy amire gondolsz a test elhagyása pillanatában, a szadátak bába bávitán, antakále, szóval antakále ez azt jelenti, hogy a test utolsó pillanatában, anta, vége, idő vége, szadátak bába bávitán, mindig oda kerülsz, amire emlékszel, amire gondolsz. Ez azt jelenti, hogyha lelki tudatban vagy, akkor jó gondolat lesz, akkor ez a tudat segített neked következő lépés, akár lelki szintre kerülni. Hogyha kutyára gondolkozol halál pillanatban, az nem egy magas tudatállapot, akkor lehet, hogy következő testet, kutyatestet kapsz. Szóval ez a köztes állapot, a halál pillanat. Mert többi utána, mikor már kileptünk a testből, az már vizsga után van, ott csak várunk, hogy jöjjön a, mondjuk így a végrehajtás, pozitív vagy negatív. Szóval ez a, emberek azt gondolják, hogy köztes állapot, mikor meghalt, ott van köztes állapot, az már nem köztes állapot, az már következménye. Amikor még test nélkül van, az már következménye, köztes állapot, halál pillanat. Mert akkor ott dől el. Nem, ugye? Mert hogyha mi logikával is gondolkozunk, köztes állapot, ez azt jelenti, hogy nincs eldöntve ide vagy oda. Na ez a halál pillanat. Mert meghaltál, ott már el volt döntve. Például, hogyha valakinek el kell kerülni, a halál pillanatban olyan tudatban volt, hogy mondjuk el kell kerülni magasabb rendű bolygóra. Mert ez volt a tudatállapot halál pillanatban. De egy darabig lehetne, hogy ott lesz még a rokonai között szellemi testben. Ez nem köztes állapot már, mert már el van döntve, csak várja a vonatra, hogy menjen oda a magas bolygókra.
Szóval így, hogy ez egy tiszta legyen, hogy nem. Valamikor azt is lehet még köztes állapotnak nevezni, lehet, szóval nem mondjuk ilyen fekete-fehéren, meg vannak másféle körülmények, de inkább nekünk most jobb megérteni, hogy a elsősorban halál az a fontos állapot. Ott kell, hogy legyen halál pillanatban, milyen tudatban vagyunk. Nem utána, az már később. Köszönjük szépen a válaszokat. Nincs több kérdés? Nincs. Jó. Úgyhogy akkor az adás végére értünk. Köszönjük szépen Bakti Párdásznak a válaszokat. Reméljük, hogy mindenki kérdésére megkapta a választ. Úgyhogy... Jó, köszönjük szépen. Mindenkinek sok boldogságot kívánok. Nem mondtam, hogy iratkozzanak fel a csatornára, és lájkoljatok a videót. Majd találkozunk. Hare Krishna! Sziasztok!